Sziasztok! Üdvözlök mindenkit itt a stúdióból, ahol egy olyan játékot fogok elővenni, amivel mostanában egészen sokat játszom, illetve játszunk többen is, és annyira nem ismert, pedig egy teljesen jó játékról van szó, ez pedig a Spellbreak. De ismerjük a monitorhoz, és akkor elkezdem magyarázni ezt a játékot, mert szerintem megéri róla beszélni, és megéri megnézni, de hogy tud, hogy létezik egyáltalán ez a cím. A Spellbreak egy battle royale játék, amit a Proletariat nevezetű csapat készített, és 2020. szeptemberében jelent meg. Korábban megjelent ilyen különböző beta tesztek, meg hasonló dolgok, de tavaly szeptember óta elérhető a nagy közönség számára ez a játék. Mint látod, ez ilyen hátsó nézetes játék, tehát nem olyan, mint a legtöbb Battle Royale, hogy hát így FPS nézetben vagy, hanem hátulról nézed a karaktereket, és nagyon sokat kell ugrálni, pörögni, és nagyon sok varázslat történik, ahogy a nevében is benne van. Ez egy spell, tehát varázslat kasztomós játék, amit ráadásul az Unreal Tournament és a Quake játékok is inspiráltak, tehát ilyen játékmenet. Alapvetően amúgy a játék, amikor megjelent, akkor itt lehet látni PlayStation 4-re, Xbox One-ra, illetve PC-re érkezett, Epic Games-en és Steam-en is elérhető, és az az érdekessége, hogy crossplay játék, tehát az egyik első crossplay játék, tehát mindegyik, ja, meg a Nintendo Switch-re is, és ez az egyik első crossplay játék, tehát mindegyik játékos tud mindenkivel játszani, nincsen megszabva, hogy mondjuk az Xboxosok csak Xboxosokkal, stb. És emellett még cross save mentése is van, tehát hogyha elkezded az egyik platformon, akkor át tudsz menni könnyedén a másik platformra, és tudod ott folytatni. Ha megnézed, akkor így a megjelenés elég ilyen mesés, és talán nagyon emlékeztet téged a Avatarra, Aang legendájára, és ez nem véletlen, ebből is inspirálódtak a készítők, illetve hát még a Castlevania, a League of Legends, meg a Zelda Breath of the Wild is nagyon-nagyon nagy benyomást tett arra, hogy így néznek ki a játék, és tényleg egy nagyon jó cím. Igazából, hogyha így ránézek, akkor még a Dragon Prince jut eszembe, hogy egy az egyben olyan, mint a Dragon Prince-nek a grafikája, ami egy Netflix sorozat, szintén amúgy az Avatar készítőitől, Aang legendája. És ugyanúgy, ahogy például az Aang legendájában is van tűz, szél, víz, meg föld, idomár, meg minden, nem tudom, hogy lehet, hogy valamiket mondtam. Már nem emlékszem, hogy van az intrója, hogy talán tűz, víz, meg akkor víz, föld, meg szél, nem, tűz, nem, akkor a föld, és aztán a végén a levegő, talán a végén van a levegő, most nem jut eszembe, mindegy zseniális sorozat, ha nem láttad még az Aang legendáját, nézned kell, az a nagy alapmű, tehát full alapmű az egész. Na és a lényeg az, hogy itt is úgy van, csak itt még kiegészül az elektromossággal és a méreggel is. És illetve nem teljesen víz van, hanem jég mágia. Szóval a lényeg az, hogy amikor elindítod a játékot, akkor az elején választanod kell magadra egy kesztyűt. Lehet ez földkesztyű, szélkesztyű, meg vagy amiket már felsoroltam, ugye? És az a lényeg, hogy ezeket használva különböző képességekre teszel szert, amik valamivel például kombinálhatóak. Például egy méregvarázslat, amivel ilyen mérget lősz ki magadból, azt tudod kombinálni például a széllel, és akkor a széllel így magad nagyobb területre el tudod vinni a mérgedet. Míg mondjuk, hogyha mérget a tűzzel együtt használod, akkor hatalmas nagy robbanást idézhetsz elő, tehát hirtelen csinálsz nagy sebzést. De ugyanúgy lehetséges például a jég, amikor elolvad, akkor víz lesz belőle, és abba a vízbe pedig elektromosságot vezethet, és akkor úgy nagy megint csak elkábíthatod lényegében az ellenfeledet. Tehát ilyen nagyon jó, tényleg ilyen különböző kasztok vannak, mindenki megtalálja azt a kasztot, amivel szeretne játszani.
És ezeknek a kesztyűknek ráadásul van különböző ilyen másodlagos képessége is. Például egy földi domárnak, hogy nevezzük így, ha már így ang legendája, egy földi domárnak lehet például ilyen nagy sziklája, amit így el tudsz lökni magadtól, és akkor ez a szikla, ez nagyobb területre hat. De míg az alaptámadás például akkor csak a földbe, így magad előtt pusztítasz. És a lényeg az, hogy amúgy nagyon összetett játék, ha először ránézel, és először játszol vele, akkor jó eséllyel nem is érted, hogy mi az Isten történik. Tehát ez nagyon bonyolult, és úgy fárasztó első ránézés a játék. De igazából játszol vele egy pár kört, vagy van valaki, akivel játszol és ért hozzá, akkor viszont ez egy nagyon-nagyon jó cím. Tehát nagyon-nagyon jó játékokat lehet játszani, főleg többet magadban. A Battle Royale-t már többször említettem, szóval alapértelmezetten ugye úgy van a játék, hogy mindenki mindenki ellen van, és az nyer, aki az utolsó túlélő a pályán. Ilyenkor gyűjtögetni kell, és fel lehet venni egy másodlagos kesztyűt is, tehát, mint mondtam, lehet a kesztyüket kombinálni. Az egyik kesztyű az alapértelmezett kesztyű, de a másodlagos kesztyűvel lehet igazi kombinációkat létrehozni. És a különböző jobb felszereléseket is lehet gyűjteni a pályán, ami egészen nagy, és így folyamatosan szűkül a kör, ugye, mint a többi Battle Royale játék esetében. Viszont van már például olyan játékmód is, aminek az a neve, hogy Dominion. És ez a Dominion játékmód, ez azért érdekes, mert itt ugyanúgy kell képzelni, mint egy Call of Duty-ban, vagy egy Battlefield-ben, a területfoglalós. Tehát van 3 darab pont, amire oda megynek a csapattagok, és el kell foglalni. És minél többet foglalsz a 3-ból, annál több pontot kapsz. Ez mondjuk most már itt pont egy saját játékom, tehát ezt én vettem föl. Ott alul lehet látni, itt ide is jövök, alul lehet látni a képességeket, földkesztyűm van és tűzkesztyűm van. Az egyik a földkesztyűvel, ugye alaptámadást csinálok a földbe, azt a sziklát, amit mondtam, a tűzkesztyűvel pedig például egy tűzfalat tudok létrehozni. Itt jobb alsó sarokban lehet látni a képességeimet, illetve vagyis hát a talentjeimet, tehát lehet fejleszteni ugye a karaktert, illetve hát különböző potionokat, tehát gyógyítalokat és manatutokat lehet gyűjtözkedni. Alul meg bal alsó sarokban látszódik látszódik az életem és a pajzsom, tehát így ilyen szempontból nem annyira bonyolult a dolog, de azért meg kell érteni. Na és a lényeg az, hogy például ezek a területfoglalós játékok, itt az van, hogy 5-5 tagú csapatok harcolnak, és ezek rangsorolt meccsek, tehát itt az nyer, aki több pontot tud elfoglalni, ilyenkor újra le lehet teremni. De a Battle Royale játékban ott ugye egyszer meghalsz, és ugye vége a játéknak. Akkor ezen kívül, tehát szerintem a látvány az nagyon szép, tehát nagyon-nagyon sokat dolgoztak azon, hogy ez a játék, ez rohadt jól nézzen ki. És az az igazság, hogy nem is lehet rá panasz. Tehát szerintem ennek egy játéknak ez pont így kell kinéznie, itt most közepes grafikán fut a játék nálam, amit most látsz, de én teljesen elégedett szoktam lenni abban, amit lehet látnom. Itt van például a földtámadásom, szerintem zseniális effektek vannak, és ráadásul nagyon nagy csaták vannak, akkor sem érzi azt az ember, hogy nagyon lelassulna a gép, szóval tényleg úgy egész jó, és ráadásul a csaták nagyon izgalmasak. Tehát nagyon sokszor tényleg olyan jó kis cseteparté alakul ki. Nincs annyi játékos a játéknak, mint mondjuk talán a fejlesztők szeretnék, de azt veszem észre, hogy viszonylag elég stabil, és inkább növekvő a játékos száma a spellbreaknek, mert egyre többen jönnek rá, hogy ez egy jó játék. Tehát nagyon sokan ugye először óckodtak tőle, először csak Epicre jött, és akkor bonyolult, meg nehéz, de egyre jobban ismerik fel az emberek, hogy ez egy jó játék, és mivel crossplay, ezért úgy találsz is ellenfelet, tehát viszonylag hamar bedob minden meccsbe, nem kell sokat várnod. Itt például egy végső csapta van, amikor 3-an vagyunk már a pályán, és azt hiszem az egyiket kinyírtuk, és akkor itt marad az utolsó, ezt pedig elintézem, mert persze
olyan meccset rakok be, aminél nyerek. Szóval ez az alap, tehát hogy nem, hát de. A következő meccs, azt nem árulom el, hogy lett a vége, de szerintem úgy az is ütkalmas volt, amit így beraktam a végére. Na mindegy, nem fogjátok végiglátni, mert mindjárt vége van a videónak, mármint ennek a videónak, amit most beszélek. Szóval a játék, mint mondom, talán egy kicsit több játékost érdemelne, sőt, biztos vagyok benne, és nagyon remélem, hogy az idővel még tovább érdeklődést fog szerezni ez a, ez a cím, mert ha valakinek például megmutattam, és elmagyaráztam, hogy mi történik, akkor utána tetszett neki. Tehát ugye egész sok embert be tudtam például én is vonzani, hogy ebben játszunk, és mondjuk ne a Valoranttal, amit annyira nem csípek. Szóval a lényeg az, hogy mivel mondom, nem csak Battle Royale van, hanem Dominion, ezért még külön érdemes próbálkozni vele, akkor is, ha nem szereted a Battle Royale műfajt. És amúgy azért is érdekes, mert ez egy ingyenes játék. Tehát ez egy újra teljesen ingyen megszerezhető cím, nem kell érte fizetni. Annyira nem, hogy a Battle Pass-t meg a különböző skineket ingyen meg lehet szerezni, csak avval, hogyha minden nap belépsz, megcsinálod a küldetéseket. Mert ugye mindegyik ilyen free-to-play játékban van egy ilyen prémium fizetőeszköz, ugye, amit hogyha fizet valódi pénzzel, akkor azért cserébe te egy speciális skineket kapsz. De ez a játék úgy van megcsinálva, hogy minden napi küldetésért olyan speciális pénzt ad, amit valós pénzzel is meg lehet vásárolni, tehát nincsen kétfajta pénz, és nagyon-nagyon osztogatja is. Tehát, hogy ha például játszol vele, akkor ilyen 100 ilyen aranyakat kap, és mondjuk 800-ból már tudsz venni magadnak skint. Szóval így több ezer goldot simán össze lehet gyűjteni, csak abban, hogy játszol. Tehát, hogy így szerintem egy nagyon-nagyon baráti free-to-play rendszer van, sőt, a legbarátibb. Tehát, hogy inkább arra megy ki az egész, hogy inkább játszanak vele az emberek. És én azt mondom, hogy itt volt egy jó killem, nem tudom, láttátok-e, de erre nagyon büszke vagyok, erre a killre, nem tudom, vissza tudok-e tekerni. Ott lesz a kill, nézzétek a killt, nézzétek! Mindjárt. Jégkesztyű volt a jobb kezemen, és akkor ha jobb egér gombot nyomom, akkor előhúz egy ilyen íjat, és bam! Dead. Szóval ennyi. Na, ez lett volna szerintem így a játék, és amit így róla akartam mesélni. Nagyon baráti, nagyon kedves, nagyon aranyos, és tényleg egész szórakoztató, sőt, engem például nagyon szórakoztat ez a játék. Most például sokkal szívesebben játszok vele, mint például az Apex Legends-szel, vagy Valoranttal, vagy bármi hasonló játékkal, szóval ja, ajánlom. Kár ebből tovább beszélni, tényleg csak ajánlom a spellbreaket. Ebben a meccsben amúgy második lettem, úgy se látjátok a végét. Szóval ennyi lett volna, én megköszönöm nektek akkor a figyelmet, hogy itt voltatok, és akkor majd legközelebb újra találkozunk valami más játékkal. Pápa, sziasztok! Hello!